Dán község önkormányzata 633 millió forint Európai Uniós és kormányzati támogatásból valósította meg Dán Szent Király csatornázását és a település szennyvíztisztító telepének bővítését. A beruházás következtében kibővült a falu összes ingatlanján keletkezett szennyvíz befogadására alkalmas szennyvíztisztító, valamint csatornagerinc hálózat épült a Szent Királyi település részen, melybe az ingatlanok bekötése is megtörtént. A fejlesztés kapcsán szükségessé váló közterületi munkák véget értek. A próbaüzem sikeresen befejeződött. Az ünnepélyes átadásra 2015. december 4-én került sor. A közel egy órás ünnepségen több mint 100 meghívott vendég jelent meg. Az átadó ünnepségen közreműködtek a Dányi Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, Bandúr Tamás, Bandúr Dániel és Riskó Dávid, aki Pósa Lajos a Jövendő című versét szavalta el. Forrongva for felhők közt a jövendő, új hősök és új korszakok születnek. Göngyölgessünk ki szívünk méliből, szent lobogóját, honszeretetnek. Álljon alá mind, akinek bölcsőjét magyar földön termett fából faragták. Álljon alá, kinek kenyéradó kalászait honi szellők ringatják. Magyar dalok lengessék szárnyait, magyar érzés ölelje át. Szeressük egymás, mint testvérekül, együtt s egyformán a hazát. A rendezvényen a település előjárói mellett részt vettek a kivitelezők, az üzemeltető, a hatóságok képviselői, a térség polgármesterei, valamint Cerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Dány község önkormányzata az úgynevezett KEOP, szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása projekt keretére nyújtott be pályázatot. A projekt összes elszámolható költsége mintegy 633 millió forint, amelyhez kapcsolódóan 91,5%-os támogatási intenzitás mellett az önkormányzat 580 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott. Ugye a projekthez kapcsolódik önerő is, de itt ügyesen kezelték ezt a kérdést is, hiszen az önerőt megpályázták a Belügyminisztérium Európai Uniós önerő alapjánál, ami pont arra lett kitalálva, hogy egyetlen egy eurócent ne maradjon benn Brüsszelben, és valamennyi Magyarországra jutó támogatási összeg lehívható legyen, és ezzel az önerő támogatással együtt ez a projekt tulajdonképpen ingyen van, ha úgy nézzük, 100%-os támogatási intenzitás sikerült elérni. Dány község területe 1998 óta csatornázott, jelen projekt segítségével a Dány Szent Király településrész teljes csatornázása, valamint az 1995 óta működő szennyvíztelep teljes átépítése történt meg. A projekt része volt továbbá a dáni csatornahálózat rekonstrukciója 31 millió forint értékben. A szennyvizet egy jó hatásfokú, minden igényt kielégítő szennyvíztelepen kezelik, a tisztított víz nyárfás öntözőtelepre kerül, az iszapot pedig mezőgazdasági zöld hulladékkal komposztálják, aminek a végterméke nem hulladék lesz, hanem a mezőgazdaságban használható komposzt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A települések környezetvédelme együtt jár a turizmus fejlődésével, a növény és az állatvilág védelmével, a vidéki életminőség javulásával és egyben a helyi ingatlanok értékének növekedésével is. Jó tudom persze, hogy ezek a hangzatos mondatok a mindennapokban nem voltak ilyen egyszerűek, egyszerűen követhetők, hiszen egyrészt a lakosság anyagi áldozatvállalása és a mindennapos kényelmetlenségek nem növelték a csatornapártiak népszerűségét, de az eredmény úgy gondolom önmagáért fog beszélni. Akkor, amikor már mindennapossá válik az élmény, hogy nem kell költségesen elszállítani a keletkezett szennyvizet, amikor begyógyulnak az engedélyezett vagy illegális leürítők sebei, könnyű szívvel gondolhatnak a közelmúlt átszenvedett hónapjaira. El kell ismerni mindenkinek, hogy megérte a fáradtságot, a kényelmetlenséget, az áldozatot. Dány község önkormányzata nevében Gódor Lajosné polgármester köszöntötte a jelenlévőket, valamint a projekt részleteiről tájékoztatott.
Egy kicsit szeretnék visszamenni az időbe 2008-ra, amikor is lehetőség nyílott településünknek is KEOP pályázat benyújtására. Én, mint az akkori településünknek a Nonprofit Kft. Ügyvezetője, nagyon szorgalmaztam az akkori polgármester úrnál, Goldor Andrásnál, hogy próbáljunk meg pályázni, mivel az 1995-ben épült szennyvíztisztítónk már nem felel meg a környezetvédelmi előírásoknak, nem tud olyan hatásfokon tisztítani, ami megfelelő lenne. Mi mindent megtettünk. Meghívtuk településünkre Nádudvari József tervező urat, Györfi István tervező urat, elmondtuk nekik elképzelésünket. Személyesen körbejártam a dán szentkirályi lakosokat, akik már akkor azt mondták, hogy szeretnék a csatorna beruházást. Égető szükség volt erre, mivel a szentkirályi ivóvízkutakban megjelent a szennyeződés a emésztőkből illegálisan kiengedett szennyvíz miatt. Polgármester úr képviselőtestületi ülés napirendjére tűzte a pályázat beadását. Az akkori helyzetben a képviselőtestület 6-6-os aránya miatt nem szavazták meg. Miért is? Máig nem tudjuk. A 2010-es választások előtt a Fidesz-KDNP polgármester és képviselőjelöltek programjába már szerepelt ennek a beruházásnak az elindítása. A 2010-14-es ciklusban már elindítottuk a beruházást, a pályázat kétfordulós volt, külön a tervezési és külön a kivitelezési szakasz. A tervezésre a pályázatot még 2012-ben megnyertük, elkészítettük az engedélyes terveket, amelyek birtokában már beadhattuk a pályázatot a második fordulós KEOP pályázatra. Őszintén bevallom, hogy féltem ettől a nagy beruházástól, pedig részese voltam 1985 óta településünk összes nagy beruházásának, a víznek, a tisztítónak, a csatornahálózatnak. Volt polgármester úrral, sok estét töltöttünk kisgyűléseken, ahol a beruházás fontosságáról beszéltünk a lakosságnak. Volt kollégáim, Ritesz Gyuri, Jasper Lóri, Fekete Tibi, biztattak és segítettek, hogy el tudjuk indítani ezt a beruházást. Deli Attila személyébe, aki szintén vizes kollégánk volt régen, egy olyan projektmenedzsert kaptunk, aki mindent megtett, hogy sikerre vigye a pályázatot. Köszönjük neki. Megörvendeztettük Dány Szentkirály lakosságát, mivel nekik ez a környezetvédelmi beruházás nem került egy fillérjükbe sem. Dány települése még soha ennyi pénz nem érkezett. Hálásan köszönjük államtitkár úr és munkatársai segítségét, akik mindig segítettek, amikor kellett. 2014-ben kiírtuk a közbeszerzést, melyet a Fair Kevitev Kft. Közös ajánlattevők nyertek el. 2014. novemberben aláírtuk a vállalkozási szerződést, december 5-én megtörtént a terület átadása, a Szentkirályi Közösségi Tér sarkába az ünnepélyes alapkőletétel. Egy év telt el, tele gondokkal, bonyodalmakkal, örömökkel, és egy év alatt elkészült a Szentkirályi gravitációs csatornahálózat, az átemelő akna, a 75 köbméteres levegőztetett tároló. Elkészült és átadásra vár az új SBL rendszerű szennyvíztisztító műtárgy, a szociális épület, a dányi csatornarendszer rekonstrukciója, amelyet a 100 forrás Kft. Végzett. Vákumtartályok felújítása, új vákumszivattyúk beépítése, automatika vezérlés felújítása. Beszerzésre került továbbá az udvaron látható gyönyörű eszközök, szippantós jármű, mezőgazdasági eszközök a nyárfás rendbetételére, iszapkezelésre. Arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy ezeket az eszközöket dányi vállalkozótól, a Két Kata Kft-től szerezhetünk be, akit szintén nagy szeretettel köszöntöm, az ügyvezetőit. Beszerzésre került még a hibaelhárításhoz egy Caterpillar markológép felszereléseivel, amit a Hungtrakó Kft-től vásároltunk. A létesítmény tisztítási technológiája az úgynevezett szakaszos betáplálású eleveniszapos szennyvíz tisztítórendszer. Ez a tisztítási technológia jelenleg Magyarországon az egyik legkorszerűbb, legstabilabban működő, a legmagasabb szintű technikai és automatikai egységekkel rendelkező tisztítóberendezés, mely alkalmas a legkomolyabb minőségi elvárások teljesítésére is. A kivitelező Fair Kft. Ügyvezetője Faragó Lajos köszöntőjében elmondta, az elvégzett munkára 3 év megerősített garanciát és szavatosságot vállaltak.
Mint kivitelező konzorcium kezdtük meg ezt a munkát 50-50%-os részesedési arányal a Miskolci Kevitel plusz Kft-vel együtt, de időközben ugye Kevitel plusz Kft. Okokat most nem részletezve kiszállt a munkából, az ő részvételi aránya 5%-ra csökkent, a miénk pedig 95%-ra emelkedett, tehát magyarul helyt kellett állnunk ő helyettük is. Ez kicsit zavart okozott ugye az áprilisi, május időszakban a beruházás folyamatában, de sikerült ezt a zavart leküzdeni, főleg az önkormányzat, az üzemeltető Daköv Kft. És a szervezők a GLLA Kft. Segítségével. Én annyit tudok mondani, hogy a kivitelező mindig csak olyan jó minőségű tud munkát végezni, amivel ugye a közreműködő partnerek megfelelő segítséget nyújtanak, úgyhogy ezúton is szeretném megköszönni a mindannyiuk segítségét. Az üzemeltető szervezet vezetőjeként én nagy örömmel állok itt most. Végre egy olyan beruházás készült el, ahol az üzemeltető véleményét is figyelembe vették. Nagyon sokat küzdünk a kivitelezőkkel, mérnökökkel, beruházókkal, hivatkozva ugye a FIDIC sárga könyvre, FIDIC piros könyvre, hogy hiába beszéltek ti, minden le van írva, amit a hatóság engedélyezett, azt lehet megvalósítani. Itt elmondhatom, hogy ez nem így történt. Tehát itt messzemenően figyelembe tudták venni az üzemeltető előírásokat. De hát ennek az okát ugye már előttem polgármester asszony elmondta, ő vezette itt Dányban a víziközmű üzemeltetést, és a Vízgazdálkodási Szövetségben évtizedek óta együtt dolgoztunk. Tehát azt hiszem természetes volt, hogy ő messze menően kiállt az üzemeltetői érdekekért. A Daköv Kft. Pest megyében 61 településen üzemeltet, üzemigazgatósági szervezetekben dolgozunk, és mi 24, a Bagi Üzemigazgatóság 24 településen üzemeltet, és én örömmel összeírtam ma délelőtt, hogy ebből a 24 településből Daköv időszakban hol is épült szennyvíztisztító telep, illetve hol volt korszerűsítés. Hát Aszó térségében 14 települést érintett a beruházás. Isaszeg egy településen épült meg a telep, Valkóvárszent László Zsámbok térségében 3 település, és akkor most itt Dányban egy település, ez már 19 a 24-ből, és nagy örömmel hallottam Versegi és Kartoli polgármester úrtól, illetve a polgármester asszonytól, hogy a tavas rendszerű szennyvíztelep átépítésére is megvan a támogatás, tehát további 2 településen megoldódik a szennyvízelvetés és kezelés, illetve Gyömrőn már mielőtt Daköv Kft. Lettünk, megépült az új telep, tehát így a 24 településből 22 már szennyvízzel tisztít szempontján megoldódott. Mi rendkívül sokat küzdünk a rezsicsökkentés bevezetése óta azzal, hogy tudjunk üzemeltetni, és elég nagy szavakat hallunk, hogy minden áron megvédjük a rezsicsökkentést. Most egy ilyen telep, amikor megvalósul, akkor elmondhatjuk, hogy igen, ezért tettek. Itt már elhangzott, hogy ugye egy korszerű, modern technológia valósult meg, és ráadásul még olcsóbb is, mint a korábbi. Tehát a villamos energia költségünk nem emelkedett, és vannak itt szakemberek, itt a biológiai foszfor kicsapatás is jól működik, és a vegyszer költségünk is minimális. Tehát a teleppel olcsóbb az üzemeltetési költség. Kivették a mi feladataink közül a rekonstrukciót, ugye végre egy olyan beruházás, ahol a nagyon drága vákumos rendszert rekonstruálták, és nagyon nagy örömmel látjuk ezt a gépparkot, amit az önkormányzat a beruházásban megkapott, és hát minden bizonnyal átad nekünk működtetésre. Tehát ezek azok a költségmegtakarítások, amivel valóban meg tudjuk védeni a rezsicsökkentést. De hogy további feladatot adjak a felsőbb kapcsolatnak, a vízműnél is szükség lenne arra, hogy a rekonstrukciókra pályázhassunk. Rengeteg elavult aszbesztcement vezetéket üzemeltetünk, rengeteg a meghibásodás. Tehát nagyon jó lenne, ha a vízmű rekonstrukció is bekerülne a támogatottak körébe. A település nyugalmazott polgármestere ünnepi gondolatai mellett a dányi szennyvízhálózat építésének kezdeteiről is beszélt. Amikor megépült községünkben a szennyvízcsatorna hálózat, azt mondta akkori jegyző dr. Olá Lajos barátunk, hogy mindent megcsináltunk, nem hagytunk az utódokra semmi feladatot, amit
meg kéne nekik csinálni. Ez egy jó indulatú megjegyzés volt, és értettük is a szándékát. Ennek ellenére olyan Fukuyama-szerű megjegyzés is volt, és íme ennek itt a bizonyíték a mai napon, mert a történelem sem ért véget, és itt tévedett Fukuyama, és az önkormányzati munka is folytatódik. Nem nehéz megjósolni, hogy folytatódni is fog. Tapasztaltuk és tapasztaljuk, hogy egy beruházásnak számtalan eleme van, számtalan buktatója is. Nem tudom pontosan most, hogy van, de régebben úgy volt, amikor még ugye ez a kijárásos rendszer volt, és kevés tapasztalata volt az ilyen építkezésre az embernek, és még kevesebb az önkormányzati tapasztalat, hogy visszatekintve az eltelt időre és munkára úgy éreztük magunkat, mint a Hályok Kovács, aki akkor rettent meg, hogy milyen bonyolult munkát végzett, amikor egy beteg szemről bicskával eltávolította a hályogot, amikor megmutattak neki egy szemműtétet az orvosok. Ezután soha nem csinálta. Az önkormányzati munka olyan vállalkozás és izgalmas kaland, hogy azt nem csinálni nem lehet. Ebben talán ma sincs különbség. A létesítményre, az ott dolgozókra és azok munkájára Kovács András plébános kérte Isten áldását. Istenünk, szent fiat kétkezi mesterséget gyakorolván megadtad az emberi munka méltóságát, és nekünk is példát adtál, hogy munkánkkal kimondhatatlan módon mi is csatlakozzunk a megváltás művéhez. Erősítsd meg híveidet a kért áldással, hogy akik tehetségükkel az általad teremtett dolgok átalakításán fáradoznak, önnön méltóságukat felismerjék, és a te dicsőségedre boldogan szenteljék magukat az emberi család fejlődésének. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le erre az épületre, és minden itt dolgozóra. Amen. Az ünnepség zárásaként a nemzeti színszalagot Cserván György országgyűlési képviselő, Gódor Lajosné Dány polgármestere, Faragó Lajos a FER Kft. Ügyvezetője, valamint Ritec György a Daköv Kft. Ügyvezetője közösen vágták át. A vendégeknek Dudás Zoltán, a Daköv Kft. Isaszegi Üzemegység szennyvízrészlegének vezetője mutatta be a létesítményt és a technológiát. Az eleveni szapos szennyvíztisztító rendszert alkalmazó telep 6 biológiai reaktoros kialakításából adódóan gazdaságosan képes a csatornahálózaton keletkező és fokozatosan növekvő kommunális szennyvíz mennyiségének megtisztítására. Rugalmasan képes alkalmazkodni az alacsonyabb szennyvíz mennyiségekhez is, hiszen csak annyi reaktort működtet, amennyire szükség van azok megtisztításához. A túlterhelések esetében pedig a tisztítási ciklusidők átalakításával alkalmazkodik a feldolgozandó szennyvíz mennyiségekhez. Dány község kibővített szennyvíztisztító telepére egyrészt a településről közcsatorna hálózaton bevezetett lakossági kommunális, illetve közületi kommunális szennyvizek, továbbá a Szent Király és Szent Egyet településről szippantógépkocsival behordott csatornázott kommunális szennyvizek kerülnek. Az átadó rendezvényt ünnepi ebéd zárta a Dányi Széchenyi István Általános Iskola Pesti úti épületének aulájában. A Dány-Szentkirályi település rész csatornázását és a község szennyvíztisztító telepét érintő beruházásnak köszönhetően nagyban fejlődött Dány infrastruktúrális ellátottsága. Mára a település 100%-a csatornahálózattal ellátott.